Sziasztok! Barcik Editnek, a Borostyán gyógynövény szaküzlet tulajdonosának támadt egy remek ötlete. A vásárlói köre középkorúakból és idősekből áll, és úgy érezte, hogy szeretne nyitni a fiatalok felé is, és itt a remek ötlet, hogy egy videóval mutassuk be, hogy miért is érdemes fiatalon teát inni. Igazából kaptunk egy nagy rakat szatyol teát, nem nagyon tudom, hogy most így mit kezdjünk vele. Tényleg bárkinek van olyan ötlete élethelyzetekre, hogy fiatalon mikor jönnének ezek jól? Tanulás serkentő tea. Ginkgo biloba. Nem már. Én már indulásra készen. Aha, jó időt mutattam ma. Zöld tea. Reggel jobban beindít, mint a kávé. Ez férfi influenza. Megfásztál? Ne hülyéskedj már! Csipke bogyót el! Na nehogy egyszerre írunk holnap! Magyarból, matekból, meg töriből, és akkor ne menjenek az idegeimre! Leszarom! Idegeimre mentek, csepp! Sajom írt, hogy menjek át. Filmezni. Nagyon fáradt vagyok. Gizzeng. Fáradtságra és teljesítmény növelő. Te megyek kicsiket! Mária töv is. Már regeneráció. Akkor abból most kell párni te. Na jó, azért ezek nem rossz ötletek. Próbált szerintem megérnek. Köszönjük a Borostyán gyógynövény szaküzlet tulajdonosának, hogy megkeresett minket az ötletével, az pedig pluszpont, hogy ilyen fiatalosan szól a fiatalokhoz. Ha ti is kedvet kaptatok hozzá, ne habozzatok. Sziasztok! Férfi influenza! Ez gagyi volt.